Odaértél a bejelentett helyre tordával, Vétel? Itt Gergő, hallgatlak, Vétel. Két Dávid 36 éves sportos férfit keressük, akinek a táskát és egy ruhadarabját a kirándulók találták meg elhagyva. Vettem, indítom a kopót a megadott helyen a személyes tárgyakról. Vége! Számunkra mindez csak egy gyönyörű szép mező, viszont a kutyák számára sokkal több információval szolgálhat. Szia, Janosz Gergő vagyok, a Mancsa Kézben Mentő Kutyás Egyesülettől. Most mentrailinges munkát fogtok látni, és le is kipróbálhatod, mert téged fogunk megkeresni. A mentrailing során a mentőkutyák, de beszéltünk ugye sportként is a mentrailingről, az embernek az egyedi szagát követik. Éppen ezért szükségünk lesz egy szagmintára tőled, és amit itt hagysz nekünk, a kutya azt fogja majd megszagolni, és ez alapján lekövetjük a nyomodat, és megtalálunk. Hát kíváncsi vagyok, nagyon ilyet még nem csináltam. Hát reméljük, hogy nem. Bízom benne, hogy megtalál a kutyus. Igen, mi is bízunk benne. Nézd csak, gyere, gyere. Szima. Oké, keresd. Azaz. Ugye most van egy ilyen szagfelhő, amiből ki kell találnia. Nagyon jó. Azaz! Szuper! Szuper! Ügyes vagy. Na hát ez izgalmas volt, jól megdolgoztatott torda. De igazi... Igen, azt látom, de gondolom ez mindig ilyen. Igen. Tehát amellett ez egy nagyon jó sport is, nagyon le lehet fárasztani a kutyákat benne és a gazdikat is. Torda növendékkutya, mentőkutya, kiképzés alatt van, most 2 éves ivaroskan, erdélyi kopó, nagyon tehetséges, nagyon jó vele dolgozni. Alapjában véve itt most, amit láthattunk, ez egy igazi időutazás volt, mert ők meg tudják határozni a nyomnak a korát, és az alapján találják meg a legfrissebb elvezető nyomszárat, ezt úgy nevezzük, és úgy tudtuk lekövetni a nyomodat is.